Sziasztok, Henzsel Csaba vagyok. Ez a motor, amit most ebben a filmemben be fogok nektek mutatni, egy Honda XL 750 Transalp. 1986-ban kezdte a Honda a Transalp márka névvel ezt a középkategóriás túraenduro, mert ez igazából egy túraendurónak mondható motor. Mik a túraendurónak a sajátosságai? Hosszú rugóutak, megfelelő abroncsok, megfelelő hasmagasság, ami azt jelenti, hogy például ilyen útviszonyok mellett is megállja a helyét. Viszonylag nagy sebességgel tudunk haladni, ha adott esetben szükséges, akkor ki tudunk állni az ülésből. Ehhez minden segítséget megadtak a tervezők a koncepció kialakításánál. Egy nagyon jó konstrukció a maga nevében. Igazából kategóriájában lehetne hasonlítani a Yamaha Tenere 700-asához. Általában a helyi márkakereskedőnél, tehát Nyíregyházáról beszélünk, van Tenere tesztmotoruk, de az őszintén megmondom, nekem az magas. Ennél a motornál 750 mm az ülés párna magassága, vagy az ülés magasság. Rögtön teszünk is egy próbát vele, így első körben, bele a közepébe. 850 mm az ülésmagasság, nekem éppen hogy csak pipiskedve ér le a lábam, és itt a Hondánál is van arra lehetőség, hogy egy alacsonyabb üléspárnával 820 mm-es ülésmagassággal találkozhassunk, ott már az számomra kényelmesebb lenne, mielőtt valaki megkérdezi, 170 cm magas vagyok, de ez egy nagyon hozzávetőleges információ minden esetben. Nem mindegy, hogy milyen hosszúak a lábaid, nem mindegy, hogy milyen széles az ülés, és millió paraméter függvénye, tehát egy üléspróba mindenképpen ajánlott a motorkerékpár megvásárlása előtt. Lábaim nyújtottak, erről már beszéltem, akkor, amikor terepen közlekedünk, akkor kényelmesen ki tudunk állni az ülésből. Nagyon jól rálátunk a motorra, láthatjuk az első kerekét adott esetben, ha arról van szó, picit előre kell dőljünk, lényegtelen, de a kormánynak a kiemelése az pont a legideálisabb abból a szempontból, hogy akár állóhelyben, akár ülőhelyzetben kényelmesen elérjünk mindent, és ez ne okozzon gondot, komfort szempontjából magyarul a vezetésre, a motorkerékpár uralására tudjuk minden energiánkat összpontosítani. Aki folyamatosan figyelemmel kíséri a csatornámat, az láthatta már a Honda Hornetet az első bejelentkezés alkalmával, ami csak egy rövid kedv csináló vagy figyelemfelkeltő anyag volt, az egy sárga színű Hornet volt. Itt a Honda 100-nál egy szürke motor, egy sárga dekorral van tesztmotorként beállítva, ez pedig most egy ügyfeles motor, a lényeg az, hogy a harmadik színkombináció egyébként négyféle variációba állhat a motor rendelkezésre. Ez egy fekete-piros változat. De most nem ez a lényeg, hanem az, ami a korábbi adásból kimaradt, hogy milyen az üléshelyzetünk ezen a motoron. Úgyhogy rögtön fel is ülök rá. Picit előrébb gurulok vele. Ha jól emlékszem, 79 cm vagy 790 mm az ülésmagasság. Kicsi, rövid a kormányunk, nagyon jó a fogása, nagyon jól terelhető az egész kis jármű. És itt a lényeg. Az üléshelyzetünk egy optimálisan hegyes térszög, jól tudjuk az ülést két oldalról fogni. Van egy kis dekorbetét, ami a karcolódást adott esetben megakadályozhatja, és nagyon jó mindez a dolog. Az én 170 cm-es magasságommal a lehető legoptimálisabb.
Motorblokja egy az egyben a Horneté. 750 köbcenti, 92 lóerő, 75 Nm, nagyon jól van hangolva, nem csak abban a kis, nagyon jó kis sportos hangolású naked motorban, hanem ebben a túrenduló kategóriás motorban is megállja a helyét. Ami igazán jó lehet, az a kipufogónak a hangja. Ezt hallgassuk meg most még egyszer, bár a Hornetnél egész jól sikerült a hangot felvenni. Ha mégis valaki sportkipufogóra vágyik, ám legyen. Sokkal fontosabb inkább az, hogy túra szempontjából a motor nyújtsa azt, amit általában a felhasználója vár tőle. Ha kézvédőket szeretnénk, ha egy másik plexit szeretnénk, egy nagyobbat, egész tűrhető a szélvédelme, de akár többféle dobozvariáció és tanktáska és sok minden más választható hozzá. Oldalvédelem a motornak, a motorblokknak a védelméről is természetesen lehet döntés hozni, hogyha Honda specifikációt, tehát gyári kiegészítőket veszünk alapul, de minden bizonnyal rövid időn belül más alkatrészgyártók is fognak tudni ebben partnerek lenni és segítséget nyújtani. Dupla tárcsafék, két dugattyús nyerek, ABS természetesen, user üzemmódban, négyféle üzemmódunk van, és a user üzemmódban egész ügyesen be tudjuk állítani ezeket a paramétereket. A rugóutak hosszúak, de nagyon jól csillapítanak. Terepviszonyok között valószínűleg egy állítható rugó előfeszítés, illetve a paramétereknek a beállítása. Ha valakinek éppen arra van igénye, mert sokat közlekedik terepen, abból is természetesen tud ebben a szempontból döntést hozni. A sárvédője, általában meg szoktam jegyezni, egész jó, jól védi. Kacsacsőrünk nincsen, talán nem is kell. Az eredeti Honda Hornet koncepcióhoz így formailag sokkal jobban illik bele az összképbe. Minden fényforrásunk ledes. Fényszóró irányjelzők. Utóbbinál érdemes megjegyezni, hogy itt már megvan az, hogy ha kanyarodunk, és kint hagyjuk az irányjelzőt, körülbelül egy 100 méter múlva, vagy lehet, hogy másodpercekben van meghatározva a gyári sajtóanyagban, az irányjelző magától kikapcsol. Ha hátra jövünk, akkor érdemes azt megjegyezni, hogy ugyanúgy, mint a Honda NC750-esnél, két évvel ezelőtti videóját, ott is megjegyeztem, hogy van egy automatikus vészvillogó funkció. Ha nagy sebességről egy hirtelen fékezést hajtunk végre, akkor ez bekapcsol, sűrűn jelzi, hogy nekünk meg kellett állni, a közlekedés többi résztvevője figyeljen arra, hogy nekik is nagyon ajánlott lassítani. Ez a top kéztartó, amiben az utas kapaszkodni is tud, ez természetesen adott, és akkor itt rögtön megragadom az alkalmat, felülök hátra, mert ezen nincsen középtámasz, azért az jó lett volna most ebben a pillanatban, de gyakorlat motorosoktól vettem el az ötletet, a sörös doboz az óriási nagy hasznot jelenthet ebben a pillanatban. A hátsó ülésünk, viszonylag kis felületű, és a lábtámaszok is még éppen a célnak megfelelnek, de viszont a kapaszkodás nagyon jó. Ez teljesen fém,
Jól látja el a feladatát. Hátsó kerékméret 18-os, mint egy igazi túra endurónál. Hátul a sárvédelmet nagyon jól oldották meg. Profi meló, rugó előfeszítést hátul tudunk állítani. Elől már 21-szoros a kerekünk, a hosszú rugóutakról természetesen említést tettem. Ezek állíthatatlanok. Ha valakinek arra van igénye, akkor természetesen ezen tud módosítatni. A hasmagassága az 210 mm, oldal vagy a leömlőknek a védelméről adott esetben természetesen gondolkodni lehet. Az egész motornak 208 kg a saját tömege. Üzemanyag tartálya majd 17 liter, ez egy jó 300 km biztosan megenged, még egy forszírozottabb tempó mellett is. Na, jó a fogyasztása. Úgy van a konstrukció kitalálva, talán gondolkodtak kicsit előre, hogy motor küllemében, árában a Yamaha Tenere 700-ashoz állhat közel. Egy alaposabb összehasonlítást megérdemelne a dolog. Nekem az a motor magas, tehát a Tenere 700-as. Egy magasabb növésű ember, egy videósnak feldobom a labdát. Egy nagyon jó anyagot lehet a kettőnek az összehasonlításából végezni. Legfőképpen úgy, hogy nekem tereptapasztalatom nincs. Egyszer voltam a Honda Safety-nél, már kimondtam, mindegy, egy úgynevezett dirt tréningen. Nagyon jó volt, nagyon sok tapasztalatot gyűjtöttem belőle. Motorozás szempontjából nagyon jó lehet mindennapokban is, aszfalton is használni azt a dolgot. Tehát az ott elsajátítottakat. Visszakanyarodva. 700 köbcentiből itt 92 lóerőt kapunk, a Yamahánál 75-öt. Terepen ennek igazából nagy jelentősége nincs. Kényelmesen lehet haladni mind a kettővel, árban a 700-as Tenerehez közelít. Ha valakinek az a teljesítmény, vagy ez a teljesítmény kevés lenne, sajtóban megszerőztetett információkból lehet ezt tudni, vagy sejteni, hogy ha minden rendben megy, akkor a Yamaha kihoz a Tenereből egy 900-as változatot. Az 115 lóerő, 3 henger, egy teljesen más karakterű motor, de ebben a konstrukcióban, tehát ebben a túrándulós változatban, annak igen-igen komoly felvevő piaca lehet. A modell a maga nemében egyszerű. Úgy variálhatjuk széleskörűen, ahogy szeretnénk, már a Honda rögtön kínál kiegészítőket hozzá, azzal jobban személyre tudjuk szabni. Itt igazából az a lényeg, hogy mint a Hornetnél, árérték arányban nagyon jó a motor. 4.1-4.200.000 forint körüli áron megvásárolható, és egyszerű, de nagyszerű. Amikor 2010-es évek elején kihozta a Honda a CB500, illetve az NC700-as konstrukciókat, akkor azt mondták, hogy az egy válságmodell. Akkor volt egy kisebb gazdasági visszaesés, most ezekben az időkben hasonlókat élhetünk át. Ott csináltak egy motorblokkot, azt többféle modellbe beépítették. Az 500-as szériánál már olyan szépen kiszínezték a palettát, olyan szép modelleket hoztak be a piacra, hogy tényleg az ember azt mondja, hogy le a kalappal. A CL500-as, a legfrissebb változat, az például nagyon érdekes, és nagyon sokakban kelti fel ismét a motorozás szenvedélyére
tehát oda vetíti a hangsúlyt. Ez a motor relatíve egyszerű. A blokkja nagyon jól meg van konstruálva, de igazából ami az árértékarány, ami egy óriási ütőkártyája, egy hatalmas adúja ennek a modellnek. Köszönöm szépen, hogy velem voltatok, köszönöm szépen, hogyha megnéztétek a filmet, nagyon köszönöm, hogyha feliratkoztok. Hogyha bármilyen más, másik motorról egy új anyaggal fogok tudni jelentkezni, akkor számítok a figyelmetekre. Köszönöm szépen, sziasztok!